Fordulatos mérkőzésen nyert a brassói Korona Marosvásárhelyi Medicina Egyetemi Sportklub ellen a női röplabda A1 osztály 10. fordulójában. A mérkőzés lezárására 5 játszmára volt szükség, végül a Korona 3-2-re nyerte a találkozót. Küzdelmes mérkőzést láthattak a nézők a marosvásárhelyi Pongrácz Antal csarnokban a Medicina Egyetemi Sportklub és a brassói Korona között. Az első játszmát a marosvásárhelyi csapat nyerte, a következő kettő pedig brassói sikerrel zárult. A negyedik játszma megnyerésével a Medicina mentett egy pontot, a rövid szedben viszont ismét a Korona kerekedett felül, amely így 3-2-re nyert. A marosvásárhelyi vezetőedző elmondta, elégedett azzal, ahogy minden pontért küzdöttek a játékosai. Nagyon elégedett vagyok, nagyon intenzív meccs volt, minden pontért, minden labdáért meg kellett küzdenünk, és ezt meg is tettük. Azt hiszem, az első szedben nagyszerűen játszottunk, mindent irányítottunk, a második szedben a fogadás akadózott, aztán a harmadikban és a negyedikben, különösen a negyedik szedben nagyot küzdöttünk. A játékosok szerint frusztráló, hogy az ötödik játszmát elveszítették, így nem sikerült nyerniük ezen a meccsen. Természetesen szomorúak vagyunk, mert nem sikerült jobban teljesíteni, de az ellenfél elkezdett nagyon jól szerválni, és nem tudtunk jól építkezni ezekből a labdákból. Így pedig nehéz játszani. Túl sok hibát engedtünk meg magunknak egy jó csapattal szemben, így most egy kicsit csalódott vagyok. A következő fordulóban a Marosvásárhelyi Medicina Egyetemi Sportklub a bukaresti Dinamo otthonába látogat, míg a brassó Korona a Fécsi Árgyes Pitestet fogadja.